Sziasztok! A mai videóban egy Panini UEFA Euro 2020-as új albumot fogunk kibontani. Ha nem láttátok a többi fociskársás videót, akkor a jobb felsőben megnézhetitek, hogy a lejátszás listából ott található. Amit tartalmaz, egy gyűjtőalbum, játékszabályzat, 4 csomagkártya, 3 darab limited és egy online limited. Akkor ne is húzzuk tovább a szót. Hoppá, egy limited. Még 2 limited. Na, itt vannak a csomagok. Van 4 darab csomag. Itt van a gameboard is. Most kivesszük az albumot. Hoppá, itt van még egy limited. Itt van még egy csomagkártya. Akkor ide rakjuk az albumot. Így a gameboardot. Itt a gameboard. Tudtok vele játszani. Itt vannak a felállások a gameboardon. És ugye amilyen színű, arra kell rárakni. És itt ezek pedig a cserék. És akkor itt van a hivatalos útmutató, amit most megnézzük. Itt vannak a kártyák, ugye. Itt vannak a logók, a fan favorite-ek. Itt vannak a csapatkapitányok, Ronaldo, Loris és Bonucci. Bonucci nekem már megvan. Akkor itt vannak ezek a csapatfelállások és a fényképek a csapatról. Itt vannak a goalstopperek, defensív rockok, kill playerek, game changerök. Ebből 9 van. És itt vannak még a duók. Itt vannak a rérek. Nekünk már van egy rérünk, azt itt jobb felsőben megbírjátok nézni. Sergio Ramos. És itt van az Invincible, ami egy trófea. És akkor itt vannak a, ugye a sima kártyák, teammate-ek. Itt vannak a limitedek, itt lehet, hogy mit lehet kapni. Na gyerekek, ebből is van blister doboz. Ebből is van blister doboz, azt jobb felsőben megbírjátok nézni a 2020-as blister dobozt. Itt van ilyen mini blister doboz, fém doboz, mini fém doboz, prémium csomagok. Itt van egy jó nagy checklist, amit kibírtok pipálgatni. Na most félre rakjuk. Rakom a csomagokat, egy Ronaldos, még egy Ronaldos, egy Modricos, egy zsirudos, és akkor itt vannak a csillogósok, amiket ide fölrakok. Megnézzünk egy csillogóst. Hoppá, egy Tielemans. Nézzétek meg, milyen jól néz ki. Ez nem állva van, hanem el van fektetve. Nagyon tetszik. Kirakjuk, és akkor jön az első csomag. Mindjárt. Hoppá, oké. Egy Verratti, Giroud, De Ligt, Kovalenko, Marco Reus, egy Tovio, és egy Killensen, és egy Emre Can. Akkor nézzük a következő is. Limitedet. Na, egy 150 coin. Itt a kódja. Nyugodtan beválthatjátok. És akkor nézzük a következő csomagot, ami egy Ronaldos.
Mepam egy Junior Moraes, egy Kudrasov, egy csillogos csapatkapitány, Sparav, egy bónusz, egy dán felállás, és egy hoppa, egy Kanté, Pogba és egy Matuidi. Itt van egy Højbjerg. És akkor nézzük még egy csillagost. Hoppa, egy Koman. Kódját nyugodtan vigyétek. Kraft, Zobnin, Hernández, Cristo, akkor nézzünk egy csillagost, neki, még egy bónusz, na, egy Belgium logó, és itt van egy svéd bónusz trió szerintem, és egy Kevin De Bruyne. A csillogosokat berakjuk a simák közé. Nézzünk egy utolsó csillogost, ami egy Szesnyi. És akkor nézzük az utolsó csomagot, hát nincs valami jót. Egy Ruben Dias. Na, egy Szesnyi. Két Szesnyit nyitottunk. Egy Gnabry, Celucka. Hoppá, egy Hír köztársaság. És akkor itt van egy Brekalo. És akkor nézzük egy Jordi Alba, egy José Fonte, nekem a trió tetszett, meg a Jordi Alba, nagyon jól néz ki. A limitedek is tetszettek, nagyon jó, hogy így el van fektetve, iszonyat jól néz ki ez az új dizájn. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!